Az élelmiszer árakban is tükröződik az infláció csökkenése. Számos termék ára mérséklődött, véli a szakértő Beréti Zsolt, a tolnavármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Szerintem látható, volt ebben nyilván egy csúcspont, még valamikor 2023 elején. Én azt gondolom, akkor volt a legnagyobb nyitása ennek az ollónak, azóta ezek az árak folyamatosan csökkennek. Ennek azért alapvetően nagyon súlyos okai vannak. Az egyik az az, hogy az ukrán-orosz válság miatt az energiárak ugye még 2022-ben elszabadultak, és ezek az energiaárak azért most már visszamentek jelentősen, mind a földgáz, mind a, az áram vonatkozásában ez, ez nyilván rettenetesen sokat számít. A másik jelentős befolyásoló tényező, illetve az infláció letörésének egyik feltétele, hogy a forint ne gyengüljön. Volt egy kormányzati szándék, hogy az élelmiszerinflációt, vagy úgy általában az inflációt azt csökkenteni kell, és azért oda jutottunk el. 2023. decemberében, hogy az élelmiszerek vonatkozásában az infláció, ahogy egyébként a kormány mondta, hogy egy számjegyűvé kívánja tenni, 7,4% volt. Tehát az élelmiszer árak vonatkozásában a csökkenés az szerintem kézzelfogható. Ami az idei évre vonatkozik, jelentős tételek, amik korábban nagyon megnövelték az élelmiszer árat, ilyen változások most nem várhatók. Kisebb tételek vannak ettől függetlenül. A lisztek és gabonák ára az utóbbi időben akkor egyzuhant, hogy semmi nem indokol áremelkedést az alapvető élelmiszereknél, de a gabonafélék mellett az olajos magvak árai is alacsonyan vannak. Egyedül a cukorára emelkedett óriásit a világpiacon, minden más élelmiszer árára a csökkenés volt a jellemző. Az általunk megkérdezett vásárlók többsége azonban még mindig nem tapasztal árcsökkenést. Nem, maximum nagyon minimális a tényleg 10-20 forintról van szó, tehát nem olyan nagy jelentős, amit érezne a háztartásunk. Az emberek inkább úgy érzik, hogy az árak stagnálnak, vagy éppen, mintha a termékek ugyanúgy drágulnának, mint előtte.